készítettem egy karit. Ez most egy Ranger. 14-es szinten. 20-as szinten lesz egy előre, mert alfa van. Úgy döntöttem, hogy csinálok egy Frost Hunter-t vagy Ranger-t. Itt pontosabb gaz megnevezések még nincsenek, mert mindenki egy csupasz karival fog kezdeni. És mindenki úgy építi össze magának, ahogy kedve van hozzá, vagy ahogy szeretné. Néztem több videót. Hú, rengeteg a tárház. Ugye nincsenek fix talentek, meg itemekhez való spellek, beállítások. Mint például a Diablo-ba, hogy minden egyes kasznak van 4 szettje, plusz egy long build, meg ilyen hibrid buildek, hanem itt azért sokkal tágabb a választék. Ez egyelőre még csak egy alfa, csak szólóban bírunk játszani. Meg 20-as szint a maximum. Van egy story rész, amibe belecsöppenünk egyből. Folyam, nagyon jó a sztoriág. A alfát tekintve, ugye a karakterválasztóban lehetett a jobb alsó sarokban látni egy patch note-ot. Folyamatosan látjuk azt, hogy havonta egyszer-kétszer valamit frissítenek. Most nem láttam frissítést, viszont tegnap előtt észleltem azt, hogy mondjuk az itemeknél még voltak olyan hibák, hogy a magyar fordításnál a hosszú ékezetes magánhangzóknál négyzetek voltak. Kidolgozva a betű. Most már azt is látom, hogy javították. Frappánsak ezek a magyar fordítások, amik vannak benne. És hogy jók, mert le van fordítva tény is való. Viszont amit már hozzászoktunk a Hack and Flash meg a egyéb MOBA játékoknál például, hogy esetleg MMO játékoknál, hogy Strength, Dexterity, Intelligence, Mana, szavakat már hozzászoktunk, azért itt magyar fordítás egy kicsit másabbul. Szemet szúró, meg fület szúró, mint például az, hogy ügyesség, dű. A manát azt most tudom már minek írta. Mindegy, majd az később. Egyelőre csak fehér, kék és citromsárga itemekkel találkoztam. De a videóból már látom, hogy 20-as szintnél már vannak legendary itemek is, amit itt nem narancssárgával, hanem ilyen sötétbarnával, pirossal mutat. Itt vannak mondjuk, ahogy szintet lépünk, úgy nem csak egy talent fát tudunk kipakolni, hanem egy képességpontot is. Diablóhoz hasonlítva ott paragon pontokhoz tudnám hasonlítani. Itt van a vadság, ami ilyen strange vagy erőt ugye azzal bír, de alatta írja a jelenzőket, hogy miket a pluszba vagy. Mit tudunk fejleszteni vele? Mivel én ezt nagy részben ügyességre pakoltam, meg vadságra, így erőre, fizikális sebzésre és mozgási sebességre, meg pontosságra raktam inkább. Precíz ágazaton, attól függetlenül én ezt a gyűrűt, ami utána jön, egy másik ágra is tudom kapcsolni, mert akkor
muszáj, hogyha esetleg egy hibrid karaktert akarok csinálni, akkor nem muszáj nekem több ágon végig galoppolnom, hanem átforgatom a gyűrűt is hozzá, inkább egy másik képességpontokat csatolok. Mivel még alfa vannak ilyen fehér, a passzív képességek még pontosan nem lettek statok, inkább így mondom. Nem lettek még behozva a játékba, viszont a helyük az megvan. Nem ír semmit rá, csak az, hogy passzív képesség még nincsen kidolgozva. A játékról annyit, hogy ugye mondtam, hogy sztoriákba lehet vele menni. Ezt így lehet látni. Teleport kapuk révén lehet portolgatni. Diablóból a Bounty-t tudom inkább a legjobban hasonlítani hozzá, hogy vannak a küldetések és különböző teleport kapukkal lehet lerövidíteni a galoppolást, az A-ból B-be való jutást. És ugye a questek leadása is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Viszont nekünk itt oldalt ott egy ranglistánk, ahol meg lehet nézni azt, hogy a napi kaland az ki nagyon szinten mennyi idő alatt viszik le ez a napi kaland, ez abból áll, hogy mint hogyha megint a diabót hozom fel például, mint hogyha rifteznénk, és annak a idejét mutatja meg. Hát a rifttől az egy picit ez hosszabb, azért itt a mapok kb. 5-ször vagy akár 10-szer nagyobbak, mint a diablóba, amit random szegben rak be. Az itt oldalt, vagy nem, bocsánat. Itt volt a ranglista, mellette az emberkével, ha beszélünk, akkor bedob egy random, úgymond riffbe. Kameramozgatás görgővel történik, nagyon hasznosnak tudom mondani, mert itt a chestek kevés van minden mapon, és egy-két mázlival még esetleg értékesítemek is vannak benne, és nagyon jó el vannak dugva mondjuk ide így a sarokba, és azt mondjuk egy ilyen kameraállásból nem annyira észrevehető. Meg mivel ranger vagyok, így nekem jó az, hogyha mondjuk hamar belátom a mapokat, és jó messziről be tudom őket lőni. Azért mondtam azt, hogy a passzív skilleket helyesbítettem passzív talentre, mert passzív skillek vannak. Most itt nekem kettő, amiket mindjárt is állítok, mert ugye az itemjeim azok frostosra próbáltam rakni, hogy statok olyanok legyenek, mondjuk ez a fagy sebzés, gemeztem, így próbálom a spelleket is újra állítani. Hát itt annyival másabb, hogy itt megcserélték, de ízlések és pofonok meg lehet könnyen cserélni, hogy a potik vannak most a betűkön, és a számok vannak a spelleken. Ugye a Diablóban itt pont fordítva volt. Na, és akkor én belőlem, akkor van tűz, és akkor nekem a fagy kell ennie meg. Ez a mérkezés.
a spellekről már nem beszéltem, hogy ugye vannak talentekből kipakolt spellek, amik itt vannak lent. És vannak a egyéb szerzett spellek, azért mondom, hogy szerzett, mert van, hogy droppol, ha kiesik idetekből, ilyen könyv formájában. Ezt már ismerem, ezt is, ezt is, ezt is. Jó, mindegyiket ugye nem tudom megmutatni. Jobb egér gomba alá kattintva szépen megjelenik a karakter fölött egy csík, amint betöltött, már írja is, hogy a képességet elsajátítottam. Független attól, hogy leépítettem a karaktert, bármilyen varázslatot elbírok tanítani neki. A talenteket reszetelni lehet. Sebződik. Viszont, hogyha ezt kinyomom, akkor viszont a szívóságát nevelem meg a karakternek. De nem biztos, hogy ezt teljesen jól értettem, vagy jól értelmeztem. Ez persze, amint fog róla valamit kérni, vagy tudok meg többet róla, ezt majd persze majd máshogy fogom mondani legközelebbi videóban, vagy ismerősöknek. Amit még nem mondtam, tű és mágia. Ezekben két oldalt. A tű azok a fizikális spellek, mint például amik itt vannak. Itt van, hogy tű költség. Ez olyan Diablo-ból a Strength, vagy a, nem is a Spirit
költségét mutatja, szóval a fizikálisan kifejtett erők a költsége ebből a tűből vannak. A többi varázslatok meg umbra költség, már itt van, hogy nem mana, hanem umbra. Legjobban, amit nevettem, az, hogy kérdés, hogy a magyar nyelvet azt ilyen pluszba töltöttem, ezt a beállítani a magyar nyelvet, szóval ez alapjáratom van rajta, mint felirat persze. Itt is a küldetéseket magyarul, a párbeszédet a sztoriban szépen. Elmondtam a játéknak. Remélem tetszett a videó és tudtam segíteni nektek benne kérdésekben. Na, további szép napot nektek, sziasztok!